Az incidens szombaton történt az iskola játszóterén, a szülők pedig tegnap döntöttek úgy, hogy gyermekeiket ma nem engedik iskolába, mivel féltik őket. Ez a szülő azt mondja, hogy a szlovák és a szerb nemzetiségű gyermekeket folyton követik a roma gyerekek, és molesztálják őket. A hivatalos szervek pedig nem lépnek, nem reagálnak a szülők megkeresésére sem. Így ma az iskola padjai üresek maradtak, egyesek pedig a kedélyeket próbálják csitítani. Bármi is történt, nem tartom jó megoldásnak azt, hogy a gyerekek nem mentek iskolába, hiszen így a szüleik megrövidítik jogaikat, mondta az iskolatanács elnöke.